Ide a Szabadhegyi Közoktatási Központ udvarára hozhatják be jövő héten szombaton a környéken lakók megunt, feleslegessé vált és kidobásra váró tárgyaikat. A lomtalanítás ebben a formában tavaly indult útjára, az ötlet pedig Borsi Róbert önkormányzati képviselőtől származik. Az ideiglenes hulladék udvarok létrehozásával a lomtalanításuk idején tapasztalható balkáni állapotokat kívánták megszüntetni. Ez úgy történt akkor, hogy az utcára ki kellett rakni a lomot, ami napokig ott volt. Ott megjelentek olyan személyek, akik ebből még kigyűjtötték a fémet, tehát mondhatnám ezt a kifejezést, hogy balkáni állapotok alakultak ki. Értelemszerűen ezt nem lehet visszahozni, és nincs is erre szükség, és éppen ezért szükséges egy kultúrált módon elvégzett lomtalanítást megszervezni. Több városrészben is sikeresen szerepelt a kezdeményezés. A képviselők remélik, hogy a korábban tapasztalt állapotok megszűnnek Szabadhegyen. Kis utcában állandóan megjelentek olyan háztartási szemetek, hát nem csak az acskóra gondolok, mert sajnos az is előfordult, hanem babajárókától elkezdve televízió, különböző olyan holmik, amik ugye nem a helyére kerültek, kiszórták oda, és hát sajnos elég sok gondot okozott az elszállítása. Az ideiglenes hulladék udvarba azok helyezhetik el szemetüket, akik a környéken élnek és felmutatják lakcím vagy győrkártyájukat, illetve egy korábbi számlájukat. Lomhulladékot, elektronikai hulladékokat, fémhulladékot, műanyag hulladékot, papírhulladékot, azon kívül átveszünk fásszáru növényi hulladékot, de átveszük a lakosságtól a személygépkocsi kopott gumiabroncsot is. Az ideiglenes hulladékudvar szeptember 28-án reggel 8 órától este 6 óráig tart nyitva. A lakosság ez idő alatt adhatja le szemetét a Szabadhegyi Közoktatási Központ udvarán.